Hallo? Hello, hogy vagy? Oké, és köszönöm. Köszönöm, szia! Jó reggelt! Igazából őszintén mondanám azt, hogy jó kedvem van, de ez most nem egy olyan reggel, vagy hát ez most nem egy olyan reggel. Nem annyira akarom komolyra fordítani a szót, csak ma reggel irtózatos szorongással keltem azért, mert nagyon sok dolog van. Most a suliban is, munkát is le kell adnom holnap reggel, és tegnap ugye nem foglalkoztam semmivel, csak azzal, hogy névnapom van. Ami most egy felelőtlen döntésnek látszik, de lehet, hogy ma egyébként tudom rendezni a helyzetet, és megpróbálom a lehető legtöbb mindent elintézni. Csak van most az egyetemen egy csoportmunka is, amit holnapra meg kell csinálnunk, és arra össze kell ülnünk, de még nem beszéltük meg, hogy összeülünk, és ez nagyon feszélyez engem, hogy hogy fogjuk holnapra megcsinálni. Aztán be kell fotóznom egy posztot ma, de ha minden igaz, az sikerülni fog, és igen, nagyon a maximumot szeretném kihozni mindenből, hogy a lehető legjobb, legszebb legyen a kép, a legjobb csoportmunkát csináljuk az egyetemen, nem tudom, és ez így nagyon stresszes jelen pillanatban, hogy ehhez társul egy olyan személyiség, aki mindent az utolsó pillanatra hagy. Tehát, hogy ez a kettő nagyon furcsán összeegyeztethető. Igen. Általában egyébként megmondom őszintén, és szokott sikerülni, úgyhogy remélem a mai sem lesz egy másmilyen nap. Most viszont megyünk matekra. Egyébként nem ilyen a végleges haj... Jaj, amúgy a futárnak kint vár, hát azért volt. Most ez borzasztó kellemetlen volt, azért hívott a futár, hogy hanyadik emelet. Én közben elkezdtem videózni, hogy jaj, amíg fölér, addig elmondok valamit, és konkrétan 10 perce videózom, és nem tudta, hogy melyik ajtó, szóval így tehát szegény. Ez kellemetlen volt. Miért vagyok ilyen hülye? Ja, amúgy jött egy csomagom. Rendeltem ruhákat, úgyhogy ezt majd délután megnézzük. Most viszont megcsinálom a hajam. Már beszárítottam, csak ugye a dolgokat vele, és elindulok matek órára. Kipróbálom azt az illatot, ami fele jobban húzott tegnap este a szívem, úgyhogy most magamra fújom, és amúgy szerintem nem tudom, meséltem el, hogy unblock. Néznek a másik lépcsőházból, úgyhogy lassan így eloldalgok. A parfümökkel az a kapcsolatom, hogy nem annyira szeretem magamon az illatukat, vagy nem találtam még olyat, ami úgy igazán tetszett volna. Ez izgalmas. Ilyen menta. De ilyen nagyon erős, vagy inkább ilyen mentol és menta. Na. Istenem, konkrétan el kéne mondanom a matek tanárnak, hogy miért kések az óráiról. Parfümöztem magam a kamerán előtt ezért. Végeztem a matek óráimmal az egyetemen. Nagyon durva, mert még kicsit jó is, hogy a mai poszt elkészítését az utolsó pillanatra hagytam, ugyanis az utolsó pillanatban változtattak, hogy mit szeretnének koncepciónak, szóval most be kell ugranom az irodába egy kis tárgyért, amit szeretnék majd felhasználni, egyébként egy Disney Plus-os együttműködéshez. Ezen azt hiszem most tudtok is, hát amikor ez kikerül, akkor még nem, de hogy majd tudtok rajta játszani. Úgyhogy nézzétek az Instámat. Nem szponzorált meg, nem kérték, hogy mondjam el, csak gondoltam elmondom. Nem tudom, miért beszélek ilyen titokzatosan, igazából azért nem tudom, mit mondhatok el erről még most. Jácival be fogjuk fotózni ezt a képet, és most feltétlenül szükségem van egy kávéra. Itt nem messze a sulimtól nyílt egy kávézó, és múltkor csak úgy random bejöttem, hogy kipróbáljam, igyek egy kávézó, és nagyon jó volt. Ma is ez fog történni, és ma is ide jövök. Sziasztok! Szeretnék elvitelre kérni egy cappuccinót, és zabtája szeretnék. Finom. Rájöttem mostanában, hogy én nem
Szóval azért nem szeretem annyira az ilyen nagy kávékat, mert én nem annyira tejet élvezem bennük, hanem konkrétan a kávé ízét. És ezért nem szeretem magamnak otthon kávét csinálni, mert magamtól mindig azt csinálom, hogy így egy nagyobb pohárba így fölöntöm tejjel. És én valahogy ezt annyira nem élvezem, hogyha így csak tejet iszom. Mindig zabtejjel szoktam, szóval nem élvezem magába, ha csak zabtejet iszom, bár a tehén tejet sem élvezem magába, ha csak azt kéne innom. Amúgy mindig annyira előnyös szögből videózom magam. Amúgy akik lattét isznek, próbáljátok már ki a cappuccinót egyszer. Mert lehet, hogy jobb, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy ti a teljes kávét szeretitek, miről beszélek, amúgy nem is jó fele jövök. És merre kéne? Úristen, ez most nagyon összezavar. Vannak így utak a fejemben, hogy Budapesten belül hova, hogy megyek, és most valahogy úgy kell eljutnom A-ból B-be, hogy ezt az utat még nem tettem meg, és most olyan érdekes, de biztosan eljutok. Ő az, akit elhoztam az irodából, ugyanis ez nem az én bögrém, viszont a Disney Plus-os befotózáshoz ez szükséges volt. Már itt is volt játszik gyorsan, és meg is csináltuk a képeket, úgyhogy ez kész is, ebből nem vettem fel semmit, de a képet egyébként közben megnéztem, december 4-én láthatjátok az Instámon. Ott majd részletesen le lesz írva, hogy miért is tudtok játszani, mert mint hogy mi a nyeremény. Az ebédem egy tegnapi maradék pizza. Na most pedig az jön, amire egész nap várok, pillanat, és jövök. Ki fogjuk bontani ezt a csomagot, amit ugye reggel kaptam. Már nagyon vártam, hogy kibontsam, de egész nap nem volt rá időm, ugyanis mindig valami más csináltam, és ennek meg akarom adni a módját, ugyanis ez a Black Friday-es rendelésem, aminél amúgy nagyon büszke vagyok magamra, mert összesen 4 dolgot rendeltem csak. Nem is vettem semmi mást a Black Friday-en, csak 4 ruhát, és ennyi. Szóval amúgy ez nálam fejlődés. Kell egy olló. Emiatt vagyok amúgy a legizgatottabb. Uh-huh. Ez mostanában a kedvenc színem, és rendeltem egy ilyen színű kis kabátot, ami ilyen műszörme. Már a képen is úgy nézett ki, és élőben is érzem, hogy ez nem az a gagyi fajta műszörme. Vagány műszörme. Wow! Nagyon tetszik. Nagyon-nagyon puha. És ezt a Black Friday akció keretében valami sokkal olcsóbban vettem meg. Szóval ilyen fél árnál is kevesebb árért. A következő dolog az egy nagyon érdekes, hogy én soha nem szoktam táskákat hordani magammal, vagy hát nagyon sokáig nem hordtam magammal táskát. És megvettem magamnak ezt, amúgy nagyon sokáig utáltam az ilyen átlátszó táskákat, de ez valamiért azért tetszett, mert annyira meg mégsem átlátszó, de közben mégis átlátszó. Jó, hogy ilyen fényes, jó a színe, praktikus, és mióta ez megvan, ezt mindig magammal hordom. De nem csak feketében szerettem volna, és ez meg egész különlegesnek tűnt, és élőben is nagyon tetszik. Ez egy Adidas ilyen retro, mármint ez nem igazi retro, mert ugye ez új, szóval nem úgy retro, hogy vintage, hanem úgy retro, hogy retro, nem mindegy, ezt nem tudom elmagyarázni. Van hozzá egy külön kis AirPods tartó. Nagyon tetszik a színkombináció, és nagyon tetszik, szerintem nagyon jól feldobja ez a sárga, és ezt is csak simán így fogom majd hordani. Eddig kettőből kettő, harmadik dolog, ez, huha, na igen. Ez egy nagy kockázat volt, egy nagy vállalás. Ezt hatalmas méretben rendeltem meg, mert csak abban volt, de ezt úgy terveztem, hogy ilyen nagyon oversized inkként fogom hordani, és úgy jó lesz. Ezt azért rendeltem meg mindenképpen, mert nagyon tetszett, hogy ilyen anyaga van. Amúgy azt hiszem, hogy szatén a neve. Szatén. Bazinagynak tűnik, mert az is. És ezt most úgy nézitek, hogy egy pulcsira veszem fel, szóval ez tényleg ilyen hatalmas. Látjátok, hogy itt ilyen nagyon nagy, de amúgy annyira nem bánom. Vagy nem tudom, hogy látjátok-e, hogy hátul ilyen nagyon... Most nem a seggemet mutogatom, csak hogy nagyon hosszú ideig, vagy mi van? Nagyon hosszan leér. 3-ból 3, el kell mondjam, hogy 3-ból 3, tehát itt nem lesz visszaküldés. Ne kiabáljuk el. És nem lesz visszaküldés. Nem lesz... Elég fura. Ja, hogy... Mi?
Mi van? Ez nem látszott a képen. Ez hogy van? Ezt úgy képzeltem el, hogy mondjuk egy fekete vagy fehér hosszú ujjra így rávenni. Ennek ilyen hálós az anyaga. Dupla hálós. Hogyha valaki elég merész ahhoz, hogy ezt felvegye a... Vagy hát... Igen. Elég merész ahhoz, hogy felvegye ezt pólót vagy aláöltöző nélkül, akkor anélkül, hogy közönséges lenne is, meg tudná oldani, ugyanis dupla réteg, szóval alig látszik szerintem át az ember teste. Én ettől függetlenül nem fogom a csupasz felső testemre felvenni, ettől megkímélek mindenkit. De az volt az elején fura, hogy mi ez oldalt. De amúgy igazából ki tudok vele békülni, csak nem értem. Azt kell, hogy mondjam, hogy 4-ből 4. 4-ből 4. Ezért kell megfontoltam vásárolni, ugyanis ezt most elmesélem, mert ez tanulságos sztori lehet bárki számára, aki jelenleg mindent összerendel az internetről. Nekem ilyen korszakom tavaly március, április, májusban volt, amikor elkezdtem így nagyon ismerkedni, mert amúgy én előtte nem rendeltem soha internetről, mindig így élőben, boltban vásároltam csak. És megismerkedtem azzal, hogy mennyire jó online rendelni, ugyanis az olyan, mintha mindig így karácsony lenne, amikor rendelsz. De! Mármint, hogy mindig így van az az idő, hogy így várod, hogy megérkezzen, meg ilyenek. Viszont rengeteg olyan dolgot rendeltem meg, amire csak így ránéztem, ó, ez tök jó. Na, ezt fejezd be, lámpa. Rengeteg olyan dolgot rendeltem, amit utána nem használtam, csak így egyszer tetszett, és teljesen megfontolatlanul, nem többször átgondolva megrendeltem valamit. Az lenne a tanácsom nektek, de ez akár bármilyen vásárlásra vonatkozhat, szóval nem csak internetes rendelésre, csak szerintem az veszélyesebb. Gondoljátok át, hogy valóban hordani fogom azt a dolgot, vagy csak egyszer felveszem, mert megrendeltem. Szóval nem mindegy. Én is betettem kb. 30 dolgot a kosaramba, az időzéles kosaramba online, ahogy miket akarok megrendelni, de ezt a 4-et választottam ki, és most sokkal tudatosabbnak és boldogabbnak érzem magam amiatt, hogy 4 olyan dolgot kaptam, amit tudom, hogy bármikor nagyon szívesen felvennék. Szóval ez szuper! Na, most megyek és találkozom egy barátnőmmel, akivel 1000 éve nem találkozom, konkrétan nyár végén találkoztam vele utoljára. Üdvözlök mindenkit az irodámban, foglaljatok helyet. Most már csak és kizárólag a holnapi előadásra fogok készülni, mert még végül úgy csináljuk meg a csoportos előadást, hogy na mindegy, a lényeg az, nem tudom mennyire érdekel titeket, ez már egy kész előadás, vagy hát egy olyan előadás, amit már egyszer előadtunk, és a tanárnő megjegyzései alapján pontosítanunk kell az előadást újra, és felosztottuk, hogy ki mit pontosít különböző szempontok alapján, úgyhogy ezt mindenki meg tudja magának csinálni otthon külön, és holnap mindenki úgy adjuk elő, hogy mindenki a saját részét előadja. 9 óra 12-ben este, nemrég értem haza, úgyhogy nekem ez mindig így. De amúgy szerintem én a legaktívabb és legproduktívabb is mindig este vagyok, még éjszaka, ha tanulásról, vagy bármi olyan dologról van szó, amihez így nagy extra produktívnak kell lenni. Azt kell, hogy elöntsön a flow, és tudjak így hosszú távon működni, és csinálni valamit. Ahhoz általában mindig estének kell lennie. Ez nem tudom, miért van így, ez így alakult. Egyébként közben az jutott eszembe, hogy a felnőtt létben az tök furcsa, így hiteles, amit mondok, és komolyan veszitek. A felnőtt létben az tök furcsa, hogy a barátaiddal így nem tudsz akkor találkozni, amikor akarsz. Mert senki nem ér rá. Szóval most például ezt jutott eszembe, hogy Petrával nyáron találkoztam utoljára úgy, hogy őt középiskolában ismerem, és minden nap találkoztunk középiskolában. És most meg ugyanúgy találkozhatnánk minden nap, de nem tudunk, mert mindenki elfoglalt. Szóval mindenki csinálja a saját életét, és konkrétan szeptember-októberben 3 hónapja nem, vagy 4 hónapja nem találkoztunk. Mert szerintem augusztusban sem találkoztunk. Szóval 4 hónap az rengeteg idő. És nyilván ilyenkor amúgy azt érzem, hogy minden folytatódik onnan, ahonnan
abba hagytuk, de hogy így 4 hónapig nem tudsz találkozni azzal, akivel szeretnél, mert mind a kettőnknek megvan a maga munkája, mind a kettőnknek megvan a maga, ő is jár egyetemre, én is. Tehát annyira durva, hogy ennyire nehéz összeegyeztetni valamit, amikor felnőtt vagy. Sziszi is, Petra is olyan barátaim, akiket középiskolából ismerek, és minden nap együtt voltunk. Minden nap. És ez azzal, hogy felnőttek leszünk, átváltozik arra, hogy ha összejön, be tudunk ülni, vacsorázni valahova, megünnepelni a névnapunkat annyival, hogy vagy szülinapunkat, vagy bármi, annyival, hogy összeülünk 3 havonta egy vacsorára, és átbeszéljük, hogy kivel mi van. És nyilván ez, gondolom, ez, vagyis hát ezek a felnőtt barátságok, de számomra ez nagyon ijesztő. Mert ijesztő, hogy honnan, hova jut el. És tök durva, mert hogy nem érzem azt, hogy rosszabb barátaim lennének azok az emberek, akikkel kevesebbet találkozom. Mármint, hogy mindig tényleg onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk, de olyan durva, hogy semmire sincs időd, ha felnőtt vagy. Amúgy sokan szoktatok az egyetemről kérdezgetni, úgyhogy most beszélnék erről picit bővebben, vagy hát, hogy mizu velem egyetem szinten. Igazából amúgy továbbra is nagyon-nagyon szeretem, aki esetleg nem tudná, vagy most néz először olyan videót, amiben erről beszélek. A Károli Egyetemre járok szociológiára, most másodéves vagyok, és tényleg nagyon-nagyon szeretem, nagyon szeretek ott lenni az órákon, nagyon szeretek igazából mindent, ami az egyetemmel kapcsolatos. Most ami nehézség, hogy fél évkor lesz egy komplex vizsga, ami kb. Olyan, mint egy mini érettségi. És ha nem is mini érettségi, mert ez egy konkrétan olyan, mint az érettségi, szóval 5 tárgy lesz. Igazából ezek ilyen szigorlatok, csak nem hívjuk szigorlatnak, hogy amit eddig tanultunk abból az 5 tárgyból, el kell mondani mindent. Ettől a vizsgától most fél évkor nagyon-nagyon félek, de remélem, hogy meg fogom tudni ugrani, és ez is sikerülni fog, de most ez az egy olyan dolog van, amitől tényleg így tartok, hogy azért ennyi dolgot egyszerre a fejembe tárolni, vagy hogy mondjam, hogy mindenre készülni, és ott helyben kell vizsgázni 5 tárgyból, vagy nem is tudom mennyi, szerintem 5 tárgyból, az nagyon sok. Mert nagyon ijesztőnek hangzik. Mondjuk minden olyan dolog, amit már tanultam, csak újra át kell tanulni, de attól még ijesztő, hát az érettségitől is nagyon féltem. Nem is vettem ma be a vitaminjaimat. Most olyan vagyok, mint egy öreg ember. Fun fact. A vitaminjaim így voltak egy ideig, mármint, hogy mindig így itt voltak. Ez C-vitamin és D-vitamin egybe, és B-vitamint, mármint ez ilyen B-komplex. És ezek eddig így voltak, és addig minden reggel bevettem őket. Viszont tartottam egy nagyon alapos takarítást és szortírozást a lakásban, és olyan szép rend lett, hogy nagyon zavart, hogy miért van itt 2 vitamin mindig. És ezért betettem őket a fiókba, hogy majd úgy szedjem reggelente, hogy a fiókból kiveszem, és azóta mindig elfelejtem őket bevenni, mert nyilván nem nézek bele a fiókba, de amíg itt voltak az éjjeli szekrényemben, meg mindig láttam őket, és mindig eszembe jutott egyből reggel, hogy ezeket bevegyem. Úgyhogy a praktikussági oka az, hogy ez itt legyen, de nem tetszik, ha itt van. Tehát nem tudom, hogy mi lenne a megoldás. És számotokra ez mennyire volt érdekes, azt nem tudom, de gondoltam, elmesélem. Igazándiból szerintem a mai napon konkrétan semmi érdekes nem fog már velem történni. Azon kívül, hogy így fogok kinézni most 3 órán keresztül, hogy... Utána pedig megcsinálom az arcápolási rutinomat és alszom. Tehát ezt el tudjátok szerintem képzelni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai napon. Sziasztok! A valóság, hogy igazából most azt mondom, hogy 3 órán keresztül itt fogok projektet összerakni, és a valóság az lehet, hogy az, hogy fél órán belül elalszom. De reméljük nem így fog történni.